Na, sziasztok! Ma szombat reggel van, most múlt el 9 óra, de olyan, mintha hajnali 6 lenne, ugyanis zuhog az eső odakint, és nagyon hideg van, úgyhogy nem túl sok kedvem van elmenni itthonról, viszont muszáj, mert időpontot foglaltam a szempilláshoz, ugyanis már nagyon húzza egy-két szál így a szempillámat, úgyhogy újra rakatom, és most elindulok, mert ahogy mondtam, esik, és a város az kb. 20 percre van innen, de elsőben van az 30 is, ugyanis olyankor ugye lassabban tud vezetni az ember. Úgyhogy ez lesz a mai program, Yang ma nincs itthon, mert neki dolgoznia kellett. Én meg délután egy tesztet akarok megcsinálni angolból. Valamit még akartam mondani. Ja igen, el kéne mennem zoknit venni, ugyanis nincs egy darab zoknim se. És nagyon hideg van most, az elmúlt két napban ilyen 15-14 fokok voltak, ami itt Tajvanon tényleg ilyen nagyon nagy ritkaság számba megy. Na szóval most el fogok indulni, és majd onnan jelentkezem. Na, sziasztok! Ma szombat este van, és most fogunk elindulni a moziba. Napközben egész nap azon a teszten ültem, amit mondtam nektek, hogy meg akarok csinálni. Most viszont elmegyünk, megnézzük az Orient Express című filmet, és előtte még vacsorázni is fogunk, úgyhogy megpróbálok magammal vinni titeket. Szóval, amit mutatni akartam nektek még, az egy alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy LingoDeer, és ez egy nyelvtanulós alkalmazás egyébként. Szóval ez nem szponzorált, viszont azért mutatom meg nektek, mert tudom, hogy sokan tanultok koreaiul, vagy akartok kínaiul tanulni, esetleg japánul tanultok, és nézitek a videóimat, néha láttam, hogy írtátok, hogy ti is tanultok, és arra gondoltam, hogy kezdőknek ez egy nagyon jó kis alkalmazás, és ilyen játékos módon tanít meg nektek dolgokat, és az a jó, hogyha kínaiul tanultok, akkor ez nem csak az egyszerűsített kínai, de a hagyományos verziót is tudja, ugye én a hagyományos verziót tanultam, és akkor vannak ilyen kis feladatok, hogy válaszd ki Kínát, és akkor így kimondja neked, és fantasztikus, és ugye egyre nehezebb és nehezebb lesz, és ha haladók vagytok, akkor annyi lesz benne a kevésbé jó, hogy igaz, hogy talán egész magas szintre is eljut, illetve megtanít nektek olyan dolgokat, amiket esetleg nem tudtok, viszont nem tudjátok kiválasztani, tehát az elejéről kell kezdenetek, ami hogyha haladók vagytok, akkor elég unalmas tud lenni, viszont tényleg a kezdőknek abszolút ajánlom, vagy akárkinek, aki igazából csak gyakorolni akar, úgyhogy ez egy elég szuper alkalmazás, és mondom, van koreai, japán, és ugye a kétfajta kínai, amit ez a program tud. Úgyhogy ha érdekel titeket esetleg, akkor kukkantsátok meg. LingoDeer az a neve. Ennél az üzletnél egyébként nagyon aranyos kis mantókat lehet kapni, majd megmutatom nektek közelebbről. Thank you.
ne, egy bugyi az üvegednek, fantasztikus. Vagyunk a mozinál. A jegy már megvan, úgyhogy csak a patogatott kukorica, meg a kóla hiányzik. Na, sziasztok, jó reggelt, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ma hétfő reggel van, 11 óra 10 perc, és nem sokára el fogok indulni a suliba. Amit így akartam mondani igazából az annyi, hogy nem tudom, hogy ez a videó felkerül-e a rendes időpontban, ha látjátok ezt a videót, akkor nyilván felkerült. Azért mondom ezt, mert ez a két hetem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sűrű, talán az egész szemeszterben ez most a legsűrűbb, ugyanis jönnek a záróvizsgáim, jövő héten 3 is van, illetve 4, illetve azon kívül még van egy nyelvvizsgám, ami az iskolán kívül van, tehát hogy ez nem a szakomhoz tartozik, hanem ez egy nemzetközi nyelvvizsga, és arra is gyakorolok, mert ugye meg kell ütnöm egy bizonyos pontszámot, illetve bizonyos pontszám fölött kell teljesítenem, és nem igazán aggódom érte, mert amiket itt csináltam, teszteket, mind jóval a fölött, a pontszám fölött voltam, ahol kellene lennem. Na de a lényeg az, hogy ha látjátok ezt a videót, akkor biztos, hogy ügyes voltam, és sikerült feltennem. És... Szóval Instagramon kaptam egy olyan kérdést, hogy kell-e nekem tudni kínaiul ahhoz, hogy ugye itt az egyetemen tanuljak, tehát hogy mennyire értem az óráimat. És a helyzet az, hogy ugye a legtöbb országban a mesterképzésre, ha külföldön akarsz tanulni, nem kell ismerned az anyaországnak a nyelvét, mert ugye a legtöbb helyen ajánlanak fel ugye angolul is képzéseket. Viszont én nem mesterképzésen vagyok, hanem ugye alapképzésen, tehát ezt úgy képzeljétek el, mintha a középiskola után ti eldöntenétek, hogy egy másik országnak az egyetemére akartok jelentkezni, ami odáig rendben is van, viszont ugye általában ezek anyanyelven zajlanak, tehát olyan, mintha mondjuk egy amerikai hozzánk akarna járni egyetemre, nyilván valamilyen szinten értenie kéne magyarul, ugyanis az alapképzésen szerintem mindenhol ugye magyarul beszélnek. Tehát, hogy ha mondjuk te ügyvéd vagy, vagy ügyvéd leszel, akkor nyilván ugye a tanár magyarul magyarázza el azokat a jogi dolgokat, meg a nem tudom mit, amit egy ügyvédnek tudnia kell. És ez nálunk is így van. Én ugye 60-50 anyanyelvű diákkal vagyok együtt, akik ugye tájvaniak, és nyilván attól függetlenül, hogy angolul tanulunk, ugye az összes magyarázat, meg minden az ugye kínaiul zajlik. Szóval ugye mi inkább azt tanuljuk itt a szakon, hogy hogyan tudunk valakinek megtanítani egy másik nyelvet, ugye az angolt, és ugye különböző módszereket tanulunk, és a többi, és a többi. És ugye ezeket a tanár mind kínaiul magyarázza el. És jó igaz, hogy az könnyebbség nekem, hogyha valamit nem értek, akkor nyilván meg tudom kérdezni a tanártól is, meg ugye a diáktársaimtól is, mert ugye beszélnek angolul, de egyébként meg minden kínaiul van, úgyhogy igen, nekem kell tudni kínaiul, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már így a harmadik éven van, és tényleg így visszatekintve nem kellett volna annyira aggódnom, viszont ugye én egy évet tanultam ezelőtt kínaiul, tehát mielőtt belekezdtem az egyetembe, egy évet így kihagytam, és ugye egy évig csak kínaiul tanultam, az volt az ösztöndíj, ugye mivel kijöttem Tájvára, hogy egy évig csak kínai tanulok, és aztán eldöntöttem, hogy utána itt akarok egyetemre járni, volt már valamilyen kínai tudásom, és elkezdtem az egyetemet. Szóval, hogyha külföldön akartok BA képzésre jönni, tehát mondjuk középiskola után akartok belevágni egy egyetembe, mondjuk ösztöndíjjal, akkor
én azt mondom nektek, hogy mindenféleképpen kell beszélnetek azt az országnak a nyelvét, ahova mentek. Nyilván, ha nem valami nagyon speckós, mondjuk cserediák programmal vagytok, de én ugye nem cserediák vagyok, hanem én csak egy diák vagyok, aki itt tanul, itt kezdte el az iskolát, tehát olyan vagyok, mint az összes többi tajvani gyerek, csak ugye azzal a különbséggel, hogy nekem még azt is meg kell értenem, ugye, ami nem angolul van, hanem kínaiul. Szóval remélem, hogy tudtam válaszolni erre a kérdésre, és érthető volt, csak gondoltam, hogy letisztázom, mert hát ha mást is érdekel, vagy más is akar erről tudni, úgyhogy ennyit erről. Szóval most gyorsan összekapom magam, mert indulnom kell a suliba. És már a harmadikon lesz az órám, de valószínűleg nagyon korán érkeztem, ugyanis nagyon nagy a csönd. Ez az ebédszünet ideje, meg a siesta, ugyanis Tajvanon van siesta. Menjünk fel a harmadikra. Na, sziasztok! Nemrég értem haza a suliból, már 4 óra van, és átöltöztem, ugyanis most neki fogok állni a további tanulnivalóimnak, teendőimnek, úgyhogy én ezt a videót szerintem most itt lezárnám, és remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok. Az Instagramomat itt láthatjátok, ha esetleg van kedvetek, nézzetek be, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!